A világjárvány évében Románia immár másodjára választásokra készül. A szeptemberi helyhatósági választások után a parlamenti választásokat is meg kell szervezni. Ezek dátumának kiírása viszont egyfelől az ellenzék, másfelől a kormány és az államfői hivatal közötti valóságos intézményi háborúvá nőtte ki magát. A kormány egy határozattal december 6-ára tűzte ki a parlamenti választásokat. Az államfő pedig több ízben is hangsúlyozta, hogy ez az a dátum, amikor az urnák elé kell vonulni. És ez a jelenlegi járványügyi helyzetben sem jelent többletkockázatot a választópolgárok számára. A fő ellenzéki párt, a PSD tiltakozik. És nem is jogtalanul, ugyanis egy alkotmánybírósági döntés a parlament hatáskörébe sorolja a választások dátumának meghatározását. Az ügy előzményei júliusig nyúlnak vissza, amikor a parlament nagy többséggel törvénybe foglalta azt, hogy idén a választások kiírásának dátumáról határozzon. A törvény tehát korántsem csak a szociáldemokraták támogatták. Kezdeményezői között volt Cseke Attila, RMDSZ-es szenátor is, aki elmondta, hogy miután a járványügyi mutatókra való tekintettel a helyhatósági választásokat a parlament 3 hónappal elhalasztotta, jogosnak ítélte, hogy a jelen helyzetben az általános választások időpontjáról is a parlament döntsön. Ez a törvénytervezet abban a kontextusban született meg, amikor már a parlamenti döntése, vagyis törvénytervezet elfogadásával, amelyet az államelnök ki is hirdetett, eldöntötte azt, hogy a helyhatósági választások dátumát ebben az évben a parlament határozza meg szerves törvénnyel. Ennek a kontextusa nagyon-nagyon fontos, hiszen annak a törvénynek az elfogadása kapcsán sikerült egy 85%-os többséget létrehozni a parlamentbe, vagyis 15% kivételével minden parlamenti szervezet és párt azt támogatta, hogy 2020-ban figyelembe véve a közegészségügyi helyzetet, ugyanakkor azt, hogy legyen egyfajta konszenzus vagy konszenzusra való törekedés a parlamenti szervezetek és pártok tekintetében a helyhatósági választások dátumának kapcsán, elfogadása került, és akkor azt az államelnök ki is hirdette. Tehát volt egy precedensünk arra nézve, hogy volt egy háromnegyedes vagy négyötödös politikai akarat annak kapcsán, hogy együtt kell eldöntenünk a legjobb dátumot, és megtalálnunk a legjobb dátumot, amely közegészségügyi szempontból is, de más szempontból is a legjobb lehet a parlamenti választások dátumára is vonatkozóan. Ebben a kontextusban került beterjesztésre ez a tervezet. Tehát egy úgymond sikeres politikai egyeztetés és akár majdnem teljes konszenzus után, amely a helyhatósági választások dátumát illeti, történt egy olyan tervezet, amely szinte átmásolta ugyanazt a modellt a parlamenti választások dátumára is. Csak hogy ezt a nagy többséggel elfogadott jogszabályt, amely immár a parlamenti választások dátumának kitűzéséről rendelkezik, Klaus Johannis államfő már nem hirdette ki. Azzal érvelt, hogy semmi ok a választások elhalasztására, és hogy a jelenlegi szociáldemokrata parlamenti többség mérgező a közéletre nézve. Nos, az államfő élt is minden alkotmányos jogával, hogy a törvény kihirdetését elodázza. És ehhez a kormány is csatlakozott. Először is megtámadták a jogszabályt az Alkotmánybíróságon. Ez a törvényes idő betartásával még augusztusban történt. Az alkotmánybírák a parlament javára döntöttek, azaz megállapították, hogy a törvényhozók dönthetnek a választások időpontjáról. Az alkotmánybírósági döntés indoklása viszont még váratott magára. Miután ez is megérkezett, Klaus Johannis visszaküldte a törvényt a parlamentbe, újra tárgyalás véget. Most októberben, ugye október első felében az Alkotmánybíróság közzé tette az indoklást, amely lényegében a parlamentnek ad igazat, és mondja azt, hogy igen, a parlament dönt ebben az évben. Közben viszont elindult ugye egy procedúra, és már több mint egy hónapja zajlik egy választásra való felkészülési procedúra.
Jogilag abban a helyzetben vagyunk, hogyha az Alkotmánybíróság döntése alapján a parlament ismét megszavazza ilyen vagy olyan procedúra révén, hiszen az államelnök visszaküldte újra tárgyalásra ezt a tervezetet. Ha ez a tervezet december 6-án bármikor hatályba lép, ugye itt azért vannak határidők, ezekről is beszélhetünk, de ha bármikor hatályba lép december 6-áig, akkor az Alkotmánybíróság expressis verbis kimondja az indoklásába, hogy abban a pillanatban a kormányhatározat, amely a december 6-át megállapította, érvényét veszti, tehát nem lehet tartani december 6-án választást. Közben azonban a kormány elindította a választások megszervezését, a szavazókörzetek, illetve a szavazóhelyiségek kialakítását. És nem csak az államfő, Ludovik Orbán kormányfő is ismételten azt nyilatkozta, hogy a választásokat mindenképp megtartják december 6-án. Itt ma a kérdés a határidőkről szól, arról, hogy a politikai szervezetek, illetve a kormány, illetve az államelnök mit szeretne. Mi azt mondtuk, amiután ez a indoklás megjelent, hogy most kellene az államelnöknek a közvetítői szerepét betölteni, most kellene a politikai szervezeteket és pártokat, vagy legalább azoknak elnökeit meghívni egy beszélgetésre, akár online is, ahogy vagyunk most mi, és egyfelől felmérni azt, hogy a politikai szervezetek, a parlamenti pártok, szervezetek hogyan viszonyulnak ez az előállt kérdéshez, ki melyik oldalon helyezkedik el, hiszen ebből lehet látni, hogy lenne-e többség a parlamenti újraelfogadásra, vagy nem, illetve nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy most már a politikai térről egy kicsit az intézményes térre térjünk, ami a járvány perspektíváját illeti, hiszen az egész a vita ma a választások dátumáról arra korlátozódott, hogy ez egészségügyi okokból indokolta a december 6, vagy más időpont indokolt, illetve mi történhet akkor, ha más időpont lesz. Na most ilyenkor az államelnöknek, akinek azért mégiscsak vannak információi, és van egy szakmai perspektíva, mert biztos van az asztalon egy szakmai perspektíva azzal kapcsolatosan, hogy mi várható Romániában az elkövetkezendő periódusban. Ezt intézményesen immáron a parlamenti szervezetek vezetőinek, vagy a parlamenti pártoknak a tudomására kellett volna hozni. Én azt mondottam, hogy be kellene fejezni a sajtótájékoztatós és sajtóközleményes fázisát ennek a történetnek, és egy intézményesített dologban ezt a kettőt, ha az államelnök megtette volna, akkor ebből a találkozóból, vagy ebből a konzultációból már lehetett volna látni azt, hogy akkor végül is milyen irányba megy a parlamenti választások dátuma, marad-e a december 6-a, illetve esetleg más dátum körvonalazódik. A szenátusban a szociáldemokraták múlt héten már megpróbálták napirendre tűzni a törvény újratárgyalását, ám ez kvórum hiányában nem sikerült. Ha ezen a héten mégis sikerülne a szakbizottságokba, sőt a plénum elővinni a tervezetet, ha a parlament újra el is fogadná azt, még mindig van lehetőség a hatályba lépés elodázására. Az RMDS álláspontja, hogy ha szavazásra kerül sor, mindenképp a tervezet mellett voksol, hiszen olyan jogszabályról van szó, amely a parlament, tehát a választott törvényhozó hatáskörét bővíti. Az RMDS-nek, mint a romániai magyar közösség érdekképviseletének a parlamentben volt eddig az elmúlt 30 évben ereje. Hogy az kormányzáshoz is elégséges volt, vagy éppen ellenzéki pozícióhoz, de itt volt erő, a kormányzáson nem mindig volt erő, vagy a kormányzatban nem mindig voltunk jelen, sőt a fele a periódusnak ellenzékben telt. Tehát nekünk az a fontos, hogy a parlament erősödjön hatáskörökben és jogkörökben, mert akkor abba az erdélyi magyar közösség is bele tud szólni. Meglátjuk, hogy mikor sikerül kiosztani úgymond szakbizottságoknak, és mikor kerül plénumba ez a tervezet.
Nagyon könnyen lehetséges, hogy most már a határidők szempontjából egyszerűen nem lesz lehetséges, hogy december 6-áig ez a tervezet törvényé váljon, hiszen itt vannak procedurális határidők, és ha el is fogadja a parlament még egyszer, ha bár a kormány és az államelnök nem tudja megtámadni az Alkotmánybíróságon, viszont például a liberális párt még egyszer meg tudja támadni, mert ők még nem támadták ezt meg, és akkor lehet, hogy egy alkotmánybírósági tárgyalás procedúráját figyelembe véve kicsúszik a határidőből ez a történet. Valószínű hát, hogy a kormány és az államfő álláspontja érvényesül. De miért is kellett ennek a meddő vitának sorra kerülnie? A nyilatkozatháborúban egyre kevesebb szó esik a járványügyi helyzetről, a választások megszervezésének egészségügyi vonzatairól. Miért van az, hogy két intézmény, a kormány és az államelnöki hivatal feltétlenül ragaszkodik a december 6-ához, a parlamenten belül pedig hát a vélemények megoszlanak? Itt ugye hát valószínűleg, hogy szociológusok ezt jobban tudnák elemezni, mert azért ezt abból a térből lehet kicsit jobban lehet elemezni. Valószínűleg, hogy a kormány és az államelnök azt a folyamatot, vagy azt a hullámot, amely az önkormányzati választások kapcsán mint eredmény előjött, és amely azt jelentett, hogy a Nemzeti Liberális Párt nyerte az önkormányzati választásokat országos szinten. A települések szintjén itt van, ahol igaz, van, ahol nem igaz, de országosan a begyűjtött szavazatok számát tekintve a Liberális Párt kapott a legtöbb szavazatot. Ezt próbálják megtartani, illetve ha lehet, valószínűleg még ehhez hozzátenni. Plusz valószínűleg az is benne van, és ez várhatóan vagy vélhetően a szociáldemokrata párt egyik számítása, hogyha a választások nem december 6-án lesznek, mivel közegészségügyileg a következő helyzetben vagyunk, és ezt a szakemberek mondják nem csak Romániában, hanem máshol is, hogy az első hullámnak a második szakaszában vagyunk, és hogy lesz biztosan második hullám is, tehát mi még nem vagyunk a második hullámban, csak az első hullám második szakaszában. Ezt mi magunk nem tudjuk bemérni, hogy ez a második hullám mikor lesz, de valószínű, több mint valószínű, és mindenki erről beszél, hogy lesz. Tehát lesz úgymond elnézés folytatása ennek a járványügyi helyzetnek, és akkor ilyenkor ugye mindig az a kérdés áll fent, hogy kinek lehet politikailag vagy szavazatilag, kinek hozhat nehezebb helyzetet. Hát elsősorban azoknak, akik kormányoznak, akiknek minisztereik vannak, és akiktől az emberek jogosan várják ugye a megfelelő intézkedéseket. A tét tehát a politikai tőke. Bár az alkotmány kivételes esetekben lehetőséget teremt a választások legtöbb 3 hónappal való elhalasztására, a jelenlegi parlament, azaz a képviselők és szenátorok mandátuma idén lejár. A választások után meg vélhetően feloldódnak a kormány és az ellenzéki parlamenti többség közötti ellentétekből fakadó feszültségek. Kérdés, hogy a parlament, azaz a reprezentatív választott törvényhozó testület visszanyerje az utóbbi év során annyiszor megnyírbált hatásköreit és jelentőségét.